Jó estét kívánok, Önök a közügyeket látják. A Magyar Nemzeti Tanács ülését követően ma a médiaházakkal foglalkozunk, így az elkövetkező majdnem egy órában szó lesz a Magyar Szóról, a Hétnapról és a Pannon RTV-ről. Tartsanak velünk! Nem sokkal adásunk előtt, illetve a közügyeket megelőző híradó előtt ért véget a Magyar Nemzeti Tanács mai ülése, amelyet élőben közvetítettünk. Jobbára tájékoztatási kérdések voltak napirenden a kulturális mellett. A közügyekben ma a tájékoztatási kérdésekkel foglalkozunk. Előtte azonban egy rövid összefoglaló az MNT mai üléséről. Egyhangulag elfogadta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2011-es évi szakmai beszámolóját és zárszámadását a Magyar Nemzeti Tanács. A Pannonia Alapítvány 2012-es évi munkaterve és pénzügyi terve mellett elfogadták az alapítvány 2011-es évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. Bozsonyi István, a Pannonia Alapítvány megbízott igazgatója felszólalásában három célt emelt ki. A sugárzási terület bővítése, a nézettség növelése, valamint a vajdasági magyar médiahálózat kiépítése a média stratégiával összhangban. Az ülésen elfogadták a Mozaik Alapítvány megalapításáról szóló határozatot, amelynek értelmében az MNT társalapítója lett az alapítványnak. A Mozaik Alapítványban az MNT-t Erdély Lenke fogja képviselni alapítóként. A stúdióban pedig Simon Erzsébet Zita, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási tanácsosa. Jó estét kívánok! Illetve a Magyar Szó taggyűlési jogokat gyakorló testületének új elnöke, Újhelyi Lukács, köszöntöm Önt is nálunk. Először a tanácsos asszonyt kérdezném az MNT üléséről, hiszen ebben a bejátszásban nem emeltünk ki minden tájékoztatási témát, azzal fogunk foglalkozni az elkövetkező 50 percben. Ugye egyértelműen az elfogadott médiastratégia megvalósítása van szó, a Magyar Szó a Hétnap esetében is. Igen, ugyanis a média stratégiában fontos célkitűzés a vezetői struktúrák megújítása a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban. És az idei évre vonatkozó munkatervben is a tájékoztatási részben szinte az első mondat az, hogy a vezető struktúrák megújítása a Magyar Szó és a Hétnap lapkiadó Kft.-ben, de persze gondoltunk itt a Pannonia Alapítvány által működtetett Pannon rádióra és televízióra is, ahol azonban szinte már a stratégia elfogadását megelőzte ez a kezdeményezés és tevékenység, és sikeresen már le is zajlott ez a megújítás. Itt a közügyekben végigmegyünk majd ugye a Magyar Szó a Hétnap, illetve a Pannon RTV idei munkatervein. Ezeket fogjuk majd boncolgatni. Én arra kérném, hogy most így a beszélgetés a műsor elején összegezze azokat az irányelveket, amelyek alapján működnek majd az MNT által alapított, illetve társalapított médiumok szinte felsorolás szintjén. Az irányelvek nagyon konkrétak és ismertek, a média stratégiában lefektetett célkitűzések és a stratégiai célok megvalósítását segítő programok mentén sorakoztathatók fel ezek az irányelvek és feladatok, amelyek elvégzésére törekszünk. Nos, ezeket előzte meg most a megújítás, de nem csak a stratégia véget, mert más tények is közre játszottak, mint ismeretes, már többször is mondtuk, hogy voltak felmentési kérelmek a közigazgatási hivatalban, konkrétan a Hétnap igazgatója kérte felmentését, a Hétnap főszerkesztőjének a megbízatása lejárt, épp a véletlen folytán a mai nappal, és ilyen okoknál folytán is. És a taggyűlési jogokat gyakorló testületeknek a mandátuma is. Az helyel közzel nem minden esetben így volt, az inkább a stratégia mentén történt a felújítás, mert ezt tűztük ki célul, hogy megújítjuk komplett a vezető struktúrát, és azokkal együttműködve hozzálátunk a médiumokra vonatkozó stratégiai célok megvalósításához, amelyek elsősorban megújítást
frissítést, átszervezést jelentenek, itt is, ott is, szinte mi az, amit a vajdasági magyar olvasók, tévénézők tapasztalni fognak ebből a változtatásokból, ezekből a változtatásokból? Én nagyon bízom abban, hogy az együttműködés nagyon gyorsan megkezdődik. A stratégia szerzői és a stratégia végrehajtását szavatoló intézmény, mármint a Magyar Nemzeti Tanács, illetve a tájékoztatási ügyekkel megbízott tanácsos, és az új kinevezett testületek, illetve tisztségviselők között annak érdekében, hogy minél előbb megkezdődhessen a célkitűzések megvalósítása konkrétan, hogy minél előbb létrejöjjön egy megújult hétnap, egy megújult magyar szó, új külalakkal, tartalommal is olyképp változva, hogy jobban megfeleljen a korszerű média követelményeknek, a korszerű irányelveknek, és nem utolsó sorban természetesen a közönség, az olvasók elvárásainak, akik nem egyszer nyilvánították ki már azt a véleményüket, hogy jó, jó, ez a mi nyomtatott média sajtónk, de hát jó lenne egy kicsit színesebb, egy kicsit tarkább, egy kicsit tartalmasabb, egy kicsit szórakoztatóbb, vagy időszerűbb. Szóval sok-sok elvárásuk azért konkrétabb a sajtunkkal kapcsolatban, mint ahogy azt az újságjaink kielégítik, amelyek úgy látják az olvasók is, hogy kicsi elmaradottak, lomhák, tehát gyorsabb hírekre, elemzésekre számíthatunk például, és együttműködésre médiaházak között, a napilapok, hetilap, illetve a Pannon RTV között is, és a kistérségi médiaházak között. Ezt szorgalmazzuk valamennyien, természetesen ugyancsak a média stratégia mentén, hiszen egy fontos megállapítása a dokumentumnak, hogy összefogás, együttműködés nélkül szinte nincs igazi megmaradása valamennyi magyar médiumnak itt a Vajdaságban, nem beszélve a fejlődésről, amely szinte kilátástalan akkor, hogyha nem fog össze a média, az újságírók, és nem próbálnak közös erővel, közösen együtt gondolkodni, és mindjárt együtt meglátjuk, cselekedni. Hogy ez a magyar szó vonatkozásában mit jelent, rátérünk a napilapunkra. Előtte azonban egy bejátszást láthatnak mindarról, ami a magyar szó vonatkozásában történt, illetve elfogadtatott a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén. Itt a stúdióban nem véletlenül van a taggyűlési jogokat gyakorló testület új elnöke. Ide vártuk a megbízott főszerkesztőt, Varjú Mártát is, azonban elfoglaltságaira hivatkozva nem tud most itt velünk lenni, nem fogadta el a meghívást, ezért most majd a riportban szólal meg. A Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén elfogadta a Magyar Szólap Kiadó Kft. 2012-es évi munkatervét és a 2011-es évi szakmai és pénzügyi beszámolóját is. Az MNT napirendjéről lekerült a lap megbízott igazgatója leváltásának kérdése. Bordás Győző korábban felmentését kérelmezte egészségügyi okok miatt. Az új jelölt, Dobranit Jaranka nem vállalta a jelölést. A Magyar Nemzeti Tanács, mint a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Alapítója, a mai nappal felmentette az újság korábbi taggyűlési jogokat gyakorló testületének elnökét és tagjait, valamint kinevezte az új vezetőt és a testület új tagjait. A média stratégia szellemében nekem az a legfőbb feladatom a Magyar Szóban, hogy 10%-kal növeljem az eladott példányszámot. Ez nem kis feladat, ami rám hárul, ebben a szellemben kell cselekednünk. Hát ezt csak is úgy érhetjük el, hogyha valamilyen társas játékakciót szervezünk, élő újságokat szervezünk, és bejárjuk a terepet, ellátogatunk olyan helyekre, ahova nem jut el a magyar szó, vagy ahol igen szerény az olvasó táborunk. Mi ezt már jóformán be is indítottuk, a Szabadkai, az Enta és az Újvidéki szerkesztőségből hetente egy-egy csapat jár ki a terepre, falva településekre, olyan helyekre, ahova ritkán jut el a magyar szó, és ahol nem lehet, nem él tömbben a magyarság, és próbálunk ott riportokat készíteni, interjúkat hozunk onnan, helyszíni tudósításokat, amit megjelentettünk a labban, és aztán odahatunk, hogy elvigyék a magyar szót arra a vidékre, hogy meg tudják venni az érdeklődők az újságot. Azt hiszem, hogy
hogy ez az elképzelés nem rossz, és nagyon bízok benne, hogy hozzájárul majd ahhoz, hogy valamelyest tudjuk növelni az eladott példányszámot a magyar szóban. A másik akciónk az úgynevezett magvető akció. A magvető a magyar szónak a keddi melléklete, mezőgazdasági melléklete, és minden tavasszal szoktunk szervezni egy társaságékkal egybekötött magvető népszerűsítő akciót. Ezt ahhoz fűzzük, hogy a társasjátékban résztvevőknek elő kell fizetniük a magyar szóra, a magyar szónak a keddi számára, és úgy tudnak nyerni. Nagyon népszerű a magvető, és nagyon kedvelik a magvető olvasói ezt az akciónkat, úgyhogy hamarosan beindítjuk, és ezzel próbáljuk hát a példányszámot növelni. A megbízott főszerkesztő Varjú Márta nyilatkozatából számomra úgy jött le, hogy hát elsődleges és kizárólagos cél a példány számnak a növelése. Ugye 20%-kal kellene a médiastratégia elvárásai szerint a magyar szónak az eladott példány számot növelni, és most már ön is hozzászólhat, hiszen a magyar szónál tartunk. Hát, ez az elsődleges cél? Vagy hagyd mondjam akkor én, hogy fontos cél. Gondolom nem az elsődleges, és a főszerkesztő se úgy gondolta, hogy ez az elsődleges, hanem számára ez fontos, mert sokrétű tevékenységgel lehet ezt elérni, és arról beszélgettünk nem egyszer, hogy sok megoldás van arra, hogy a példányszám ténylegesen is megnőjön, de ezzel párhuzamosan szerintem vannak még fontosabb feladatok is a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-ben, nem csak a Magyar Szó napilapban, hanem az egész vállalatban. Ehhez remélem, hogy sikeresen hozzá tud járulni az új taggyűlési jogokat gyakorló testület, és akkor itt már át is veheti a szót, miben fog hozzájárulni az Én új... Én úgy gondolom, hogy az oktatás mellett az információrendszer a közösségnek egy lételeme. És ha azt akarjuk, hogy fönnmaradjunk ezen a porondon, ez a 300 000 létszámú közösség, tehát tudás mellett egy nagyon jó informatikai rendszerrel is kell rendelkeznünk, amiben magyarán a tájékoztatást is beleére, és úgy értelmezem, hogy ha mi megfelelő tudással rendelkezünk, és ezek az újságok megfelelő tudást adnak az olvasóknak, akkor van lehetőségünk, hogy ebben nagyon nehéz közösségben fönt is maradjunk. Ez konkrétan a magyar szó vonatkozásában az ön értékelése szerint mit jelent? Tehát mi az, amit ön szorgalmaz majd Én a magyar szónál? Én fogom szorgalmazni azt, hogy a gazdasági témák kiemelt helyet kapjanak a magyar szóba, az én szemszögömből. Meggyőződésem az, hogy a közösségünk akkor tud fönnmaradni, ha okos emberek, minél több okos emberünk lesz is, aki utána maga módján tud vállalkozni, és vállalkozásból profitot termel, és nekünk ebből is így fönn tud maradni, mint egy kis közösség. Ha nekünk nincs jó oktatásügyünk, és magában az újságaink úgynevezett csak bulvár sajtóra szorítkozik, akkor olyanok leszünk, amilyenek vagyunk. Tehát ezzel azt kívánja mondani, hogy több szerepet, több feladatot, vagy hogyha úgy tetszik, kissé hangzatosan talán azt mondja, hogy több felelősségvállalást kíván a magyar szóba behozni a közösség tekintetében. Úgy gondolom, hogy olyasmit kellene a magyar szónak behozni, hogy több tudást a meglévő embereknek. Vegyünk például egy nagyon egyszerű példát, mivel szakmailag ebben pillanatban pénzügyben dolgozom, hogy mennyire ismeri ez a magyar közösség például a részvények eladását, vételét. Sehogy. Nem csak napszámból kör a magyarságot szemben, hogy jó szorgalmas ember is jó tud kapálni. Nekem minél több olyan ember kell, aki nagy tudással rendelkezik, és utána büszkén tekintetünk rájuk. Mert mi elügyeink nagyon komoly emberek voltak, és igazából nagy tudással rendelkeztek. El kell mondani azt, hogy visszamenek 20 évvel, ez a tudás nagyon csökkent. Úgy érzem tehát, hogy ha... Magyar szónak ezt kellene erősíteni. Én nagyon szeretném, hogy magyar szó is, nem csak a magyar szónak. Itt függetlenül vannak privát lapok is, heti lapok, akár vagy a hét nap. Nagyon fontos, hogy ők is ebben szellemben dolgozzanak. De hát a taggyűlési jogokat gyakorló testületnek nem kizárólagosan ugye az a feladata, sőt nem is az, hogy a szerkesztés politikát irányítsa. Biztos. Nekünk az a nagyon fontos, hogy azt, amit az elődeink most elkezdtek, hogy többé ne kerüljön a magyar szó veszteséges helyzetbe. Nagyon most fontos. Már elég jó anyagi helyzetben van ahhoz képest, ugye, amikor hatalmas adósságot halmozott fel, sikerült rendezni valamilyen formában. Hát én úgy mondanám, hogy jó irányba halad.
az biztos, hogy az idei év nagyon nehéz évet várok, ami komolyan ki fog hatni a jövedelmek nagyságára is, és amennyiben... Ez itt... most mit jelent, hogy a magyar szó dolgozói, az újságírók mindig arra panaszkodnak, hogy nagyon alacsony a fizetésük, és itt állandóan a hét naphoz hasonlítják például a kereseteiket. Ez az ő vonatkozásukban mit jelent? Én azt jelenteni, azt szeretném először azt mondani, hogy először, hogy teljesen a magyar szónak a... hogy tudjak pontosan mondani, én mint pénzügyes, először is azt kell mondani, hogy én látni akarom a zárszámadását, hogy milyen zárszámadással zárta a magyar szó az évet. Utána látni szeretném, hogy mik a kénylevőségek, mekkora munkás létszámmal valósította ezt meg, mennyi az állandó foglalatosság száma, és ebből mennyi cikk valósult meg. Tehát a gazdaságosságot, ha előnybe helyezzük, úgy gondolom, akkor itt van jövője a magyar szónak is. De kimondottan kihangsúlyoznám, ha tudás van elég nagy, és ezt a tudást át kell adni a mi közösségnek. Visszavárjuk majd ide egy 2-3 hét múlva, amikor áttekintette a magyar szó helyzetét, és akkor részleteibe menően megkérdezem a terveiről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak önnek is, tanácsos asszony. Köszönjük a meghívást. A napilap mellett a hét nap heti lapunknak a vezetői struktúrája is megújult a Magyar Nemzeti Tanács ülésén. A stúdióban már itt van az új vezetőség, előtte azonban Katalin és Huba mutatja a részleteket, hogy milyen változások is várhatóak a heti lap tekintetében. Új megbízott főszerkesztőt nevezett ki a hét nap élére a Magyar Nemzeti Tanács. Az eddigi főszerkesztő Dudás Károly 4 éves mandátuma lejárt, emiatt vált szükségessé új megbízott főszerkesztő kinevezése. Dr. Korhesz Tamás, az MNT elnöke felszólalásában kiemelte, Dudás Károly 20 évig volt a heti lap főszerkesztője, a 90-es években az írott magyar sajtó élethalál harcát vívta a nacionalista rezsim ellen, ennek a küzdelemnek volt kiemelkedő egyénisége Dudás Károly. Megbízott főszerkesztőnek Tomek Viktor nevezték ki. A hét nap lapkiadó Kft. Igazgatója Kókai Szilveszter kérelmezte felmentését egészségügyi okok miatt. A kérelmet az MNT elfogadta. László Edit okleveles közgazdászt nevezték ki megbízott igazgatónak. A közügyek stúdiójában pedig a hét nap megbízott igazgatója László Edit, a megbízott főszerkesztő Tomek Viktor és a taggyűlési jogokat gyakorló testület elnöke Buczko György. Köszöntök mindenkit. Főszerkesztőt kérdezem, hiszen Dudás Károlyt, mint ahogy azt az MNT-n is hallottuk, nem egy könnyű felváltani a főszerkesztői tisztségben. Milyen ambíciók vezetnek téged ebben a feladatnak az ellátásában? Ugye előjáróban azt el szeretném mondani, hogy azt az értékrendet, szellemiséget, amit Dudás Károly az elmúlt években, évtizedekben ápolt, erősített, tovább örökített, tehát erről az útról ennek a lapnak nem szabad letérnie, függetlenül attól, hogy az elkövetkező időszakban nem könnyű feladatok előtt állunk itt elsősorban. A média stratégia is nagyon konkrétan megfogalmazza az elvárásait a hét nappal szemben. Igen, nekem elsősorban erre a média stratégiára kell támaszkodnom, nem azért, mert az MNT koordinálásával született meg, hanem mert ez egy hosszú éves bajúdás után a szakma bevonásával jött létre, és amikor a szakmáról beszélek, akkor tehát itt a hét napra is gondolok, sőt a hét napból is voltak, akik írták ezt a stratégiát. És én hiszem azt, hogy ezzel a mostani szerkesztőséggel, tehát mi képesek leszünk ezeknek az elvárásoknak eleget tenni, és hát én azon leszek, hogy minél sikeresebben tudjuk ezeket a dolgokat megvalósítani, mi amit ránk szabnak. Ebben a heti labban, ami a tiéd lesz, tehát amit új megbízott főszerkesztőként beviszel a labba, akár tartalmában, akár küllemében, akár szellemiségében hozzáadva? Én úgy gondolom, hogy bizonyos rovatokat át kell rázni, nyitni kell a lapnak, frissíteni új arcok, új gondolatok
jelenjenek meg. Egyébként tehát a lapnál nem én vagyok a legtapasztaltabb, tehát ott lesznek a régi motorosok a szakmában, akikkel majd összedugjuk a fejünket, és hát változtatni fogunk a dolgokon. Azt bizonyára mindenki megkérdezni, így én is megkérdezem azért, hogy nagyon fiatal vagy, nem tartasz ettől a megbízatástól? Köszönöm a kérdést. Szívesen. Igen, talán egy kicsit, de mondom, én elsősorban azért vállaltam, mert ugye itt ez a stratégia, ami mankóul szolgálhat, másrészt én bízok a szerkesztőségben, hogy mi erre képesek leszünk, és hogy sikeresen tudom koordinálni ezeket a dolgokat. Megbízott igazgatóként azért neked is meg vannak határozva feladataid, hiszen a példányszámnak a növelése ugyanúgy feladatként fogalmazódik meg a hét nap számára a média stratégiában, mint akár a magyar szó számára. Igen, abszolút, tehát ez az egyik prioritás, ami ugye számomra feladatként felmerül, másrészt pedig azt szeretném mondani, hogy mindenféleképp számítok a már meglévő gárdára, hiszen hatalmas tapasztalatuk van, ami jó, azt szeretném megtartani, és szakmailag szeretnék maximálisan hozzájárulni, hogy a pénzforrásokon is egy kicsit lendítsük, tehát pályázatok, együttműködések más házakkal, reklám szinten. Tehát, de milyen pályázatokon vehet részt a hét nap például, amelyet gazdasági társaságként hát tekint? Ebben szeretnék egy picit belemérni, mert ilyen téren nincs tapasztalatom, de biztos vagyok benne, hogy meg lehet találni azokat a módokat, finanszírozási módokat, amik picit hozzájárulnának a lap anyagi helyzetének a javításához, természetesen amellett, hogy a példányszámot is megnöveljük. Taggyűlési jogokat gyakorló testületre, amelynek, hát, aki az MNT-t nézte, magam is a tagja vagyok, te pedig az elnöke, milyen feladatok hárulnak majd a hét napnál? Tehát eddig volt ugye egy klasszikus igazgatóbizottságszerű taggyűlési jogokat gyakorló testület, a média stratégia azonban erre a testületre is sokkal több feladatot ró ki, mint a korábbiakra, amelyek hát nem túl gyakran üléseztek, és talán nem vettek részt napi szinten a munkában. Hát nyilvánvalóan erre a testületre nem a szerkesztéspolitika vár, ugye a főszerkesztő és a szerkesztőség dolga ez. A mi feladatunk gondolom elsősorban az lesz, hogy az erőnkön belül biztosítsuk az újságnak a biztos működését, a hátteret ehhez a munkához, és esetleg olyan jó tanácsokat, indítványokat, ötleteket keresztül vigyünk, ami segíti az újság munkáját, értem ez alatt természetesen növelni az olvasók számát, ez az elsődleges dolog szerintem, több olvasó, több eladott lap és jobb anyagi helyzet. Ez egyszerű matematikának tűnik, de ez gyakorlatban keresztül vinni nagy feladat lesz. Te ugye okleveles jogász vagy, ügyvéd, nagyon jó menő ügyvédi irodát működtetsz itt Szabadkán. Ebben a formában hogy érzed, miben tudsz konkrétan hozzájárulni a hét nap sikerességéhez? Hát én... Ezt gondolom, pereket nem kívánunk a hét napnak. Igen, én középiskolás koromban emlékszem, olvastam már akkor is a hét napot, rendszeres olvasója voltam, és meg nem mondom, melyik évekről beszélek most pontosan, de volt egy időben, ha jól emlékszem, taláros történetek, tehát ilyen bírósági, igazságügyi kis eseményeknek a leírása. Hát én akkor még csak középiskolás voltam, de nagyon tetszett. Tehát biztos vagyok benne, hogy az életnek a visszásságait, sok esetben tanúságos oldalát is megtapasztalhatjuk, ha a bírósági életbe belelát az olvasó. Ott valóban az élet minden szegmense megfordul, néha kifordított formába, de valóban nagyon tanúságos, nagyon érdekes történeteket tanulhatunk meg, illetve tanulhat meg az olvasó, ha nagyobb betekintést lát ebbe a világba is. Az együttműködések mentén merre kívántok nyitni? Tehát az, ami a média stratégiában is megfogalmazódik, hogy a vajdasági magyar médiaházak azok működjenek együtt ténylegesen, akár napi szinten a hírcsere folyamatában, az újságíró cserékben. Ez mennyire fontos a számatokra is, milyen csapásvonalak mentén fogtok ezen dolgozni? Lehet megszólalni.
Hát ők megcélozni, bocsánat, hogy közbeszólok, esetleg az önkormányzatok vagy olyan intézményeknek, tehát hogyha arról beszélünk, hogy az olvasók számát növelve, tehát nem csak arra várni, hogy a trafikba elmegy az újság, és akkor várjuk, hogy megveszik vagy nem veszik, hanem konkrétan egy picit rádolgozni erre az együttműködésre, tehát hogy egy oda-vissza kapcsolat legyen, egy hosszú távú gyümölcsöző kapcsolat, tehát az újságok olvasóinak, illetve mondjuk a hirdetőknek teszem azt, és a Hétnapnak is ezáltal. Főszerkesztőként? Én amikor a frissítésről beszéltem, akkor nem elsősorban új arcok, új munkatársak, fiatal munkatársak felvételére, alkalmazására gondoltam, hanem például más intézmények, médiák, Magyar Szó, Pannon, RTV, Szabadkai Rádió munkatársaival, szerkesztőségeivel való együttműködést is. Például, ha nem tudunk eljutni, nem jutunk el valahova, akkor tudnak írástudósítást küldeni. A Hétnaptól a médiastratégia nem azt várja el, hogy hírekkel, információkkal szolgáljon, hanem elsősorban ugye azt, hogy elemzéseket, hátteret kínáljon az olvasóknak. Ezt hogy valósítanád meg? Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ki kell elégíteni az olvasói igényt. Ez kérdés, hogy valóban erre van-e szükség. Ez nem lesz könnyű feladat ezt felmérni, hogy teszem én például több kommentár jelenne meg a labban, akkor mennyivel jobban kelne el az újság. De például, hogyha több riport, tudósítás vagy interjú, izgalmas írások, hogy talán ebbe az irányba kell majd mennünk. Itt a vége. Igen. Talán én idézném egy bizonyos életem korszakát, amikor a Szabadkai Rádió fiataloknak műsorában szerepeltem, kis munkatársként kezdtem, és aztán éveket ott eltöltöttem. Emlékszem rá, hogy nagyon sikeresek voltak az élő műsorok. Tehát élő újság, ahol kapcsolatot lehet teremteni akkor a hallgatóval, most az olvasóval. Egészen biztos vagyok benne, ha ezt a gyakorlatot magasabb szintre lehetne emelni. Gyakoribbá tenni, hogy ennek nagy sikere lenne. Többen felkeltenék az emberek érdeklődését, nem csak arra, hogy olvasók legyenek, esetleg, hogy külső munkatársak legyenek, együttműködjenek az újsággal. Tehát a kapcsolatteremtés, az emberi kapcsolatteremtés az a legnagyszerűbb dolog. Ha ezt el tudnánk érni nagyobb számban, akkor biztos vagyok benne, hogy ez eredményre vezetne. Tehát a Hétnap korábban is, az előző években is rendszeresen tartott élő újságokat, mi ezt a hagyományt nem szeretnénk félretenni, tehát ez tovább élni fog. És ugye nem szabad elfelejteni, hogy az MNT akcióról, az ingyen Hétnapról, tehát több olyan írás jelenik meg, ami a fiatalokról szól, akkor talán ezzel később olvasókat is, új olvasókat, előfizetőket. De gondolom, nem a képes ifjúságnak fogtok konkurálni. Nem, itt természetesen nem. Nem ez a cél. Én még visszatérnék azért hozzád egy kérdés erejéig a példányszám növeléssel kapcsolatban. A Tájékoztatási Bizottság tagjaként nagyon gyakran hallottam azt, hogy nehéz eljuttatni a lapokat, hiszen Vajdaságban vannak olyan települések, ahová ténylegesen nem hinni el az ember, de a 21. században nagyon nehezen jut el egy újság. Ezen te hogyan tudnál javítani? Milyen elképzeléseid vannak? Hát ez mindenféleképp a kulturális stratégiai program áttekintése után szeretném még a konkrét kapcsolatrendszert is átlátni, ami a hét napon belül pillanatnyilag létezik, és mindenféleképp rádolgozni azokra a disztribúciós hálózatokra és rendszerekre. Akár a Magyar Szóval együtt, hiszen erről is szó volt, abszolút, akár a közös reklámozásról. Igen, abszolút. Tehát szeretnék látni egy tiszta képet, és utána tudok már merre nyúlni és kihez fordulni, természetesen összhangban azzal, hogy ne tegyünk üres köröket, úgymond, hanem kart-karba ötve a Magyar Szóval is, vagy a Pannon RTV-vel is. Ez egy átlátható és hát eredményes közeledés legyen az olvasó felé. Kiszerkeszti a következő számot.
még közösen. Köszönöm szépen, mindenkinek jó munkát kívánok, és mindenkit visszavárok majd ide szintén körülbelül 2-3 hét múlva, amikor mindenki átlátja a feladatait és a helyzetet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Igen, és olvassák a hétlapot. És akkor a közügyek utolsó harmadában médiaházunkkal, a Pannoner TV-vel foglalkozunk. Elsősorban az együttműködésről beszélgetünk majd hamarosan, és hát a tanácsos asszonytól is hallották, hogy nálunk szinte még a média stratégia elfogadása előtt kezdtek megvalósulni a célok. Ennek vagyunk mi is most, hát ha nem is az elején, de közepén még véletlenül sem. Jön majd a megbízott igazgató és a megbízott főszerkesztő a televíziójé. Beszélgetünk erről, előtte azonban az együttműködésről egy bejátszás, hogy mi ezt hogyan képzeljük a Vajdasági Magyar Médiatér többi szereplőjével. Hírcsere, közös hírbázis, közös cikkek és műsorok. Az együttműködés volt a központi téma a Vajdasági Magyar Média képviselőinek tegnapi újvidéki találkozóján. A résztvevők közül többen már második alkalommal jöttek össze, hogy megtervezzék a jövőbeni együttműködést. Ezúttal a Vajdaság Ma Hírportál, a Magyar Szó, a Családi Kör, az Újvidéki Rádió, a Mozaik TV és a Pannoner TV vezetői, illetve munkatársai, valamint az MNT tájékoztatási tanácsosa ültek egy asztalhoz. A közös munkában részt vesz még a Hétnap és a Szabadkai Rádió. Vezetőik ott voltak az előző találkozón. A Vajdasági Magyar Írott és Elektronikus Média képviselői az összehangolt munkával azt szeretnék elérni, hogy az eddiginél még jobban tájékoztassák a vajdasági magyar közösséget, és erősítsék a többségi társadalommal való párbeszédet. A közös cikkek és műsorok mellett a résztvevők a műszaki kapacitások megosztásáról is beszéltek. Szó volt a szerkesztőségek közötti átjárhatóságról és az egységes fellépésről Magyarország felé. A Vajdasági Magyar Média képviselői megállapodás tervezetet készítenek elő, ez a mindennapi konkrét együttműködést segíti majd. A tervezet fontos kitétele, hogy az együttműködés nem kérdőjelezi meg egyik médium szerkesztés-politikai önállóságát sem. A dokumentumot várhatóan 2 hét múlva a Topolyára meghirdetett találkozón írják alá. A megállapodás egyébként nyitva áll minden regionális és lokális televízió, rádió vagy újság előtt. Alapítvány megbízott igazgatója Bodzsóni István, köszöntelek itt megint, és Kozma Zoltán, a Pannon TV megbízott főszerkesztője. Sziasztok! Hogyha az együttműködés megvalósul majd, vagy legalábbis kezdetét veszi a többi a médiaház vonatkozásában is, akkor milyen vajdasági magyar média lesz, és hol lesz itt a Pannon TV szerepe? A Pannon TV a média stratégia alapján a televíziós hálózatnak a koordinátora. Uh-huh. Tehát a Pannon TV elsősorban... De olyanok is bekapcsolódtak, akik nem, tehát nem televíziós hálózatok is, gondolok itt például a Vajdaság Mára, akár a hírportálszerűen. Hát igen, most a legnagyobb médiaházak vezetői ültek le beszélgetni. Itt van írott sajtó, rádió, tévé, és van internetes portál is a Vajdaság Ma. És pont ez az érték, a nagy érték ebben az együttműködésben, hogy itt nem... média szakosított együttműködésről van szó, hanem egy általános média együttműködésről, ami megerősíti a vajdasági magyar médiát. Ez a gyakorlatban hogy fog működni, hogy működik? Nem tudok még sok konkrétumot mondani, ez mind még csak elképzelés, beszélgetünk, és nem is szeretném előlegezni a kollégák bizalmát, tehát most másodszor ültünk le már beszélgetni, és szeretném, hogyha fontos, hogy közösen jussunk el a különböző együttműködési módozatokig. Azt, amit tudni lehet, hogy szeretnénk erősíteni a hírcserét, a hírforrások cseréjét, szeretnénk átjárhatóvá tenni a szerkesztőségeket, tehát a szerkesztőségek közötti átjárhatóságot biztosítani a munkatársak számára, közös cikkeket, műsorokat készíteni, amelyet minden médium a maga módján fel tud használni. És talán ami az első konkrét megnyilvánulása lesz az együttműködésnek, hogy szeretnénk egy vajdasági magyar
tudósítói irodát nyitni Belgrádban. Ez a csere, ez már akár a szubjektív műsorunkon keresztül is látható, hiszen vendégszerkesztőink vannak más médiaházakból, és hát a közügyekben is itt gyakran vendégek, például a Magyar Szó újságírói, vagy a Hétnapi, akik elemeznek. Hát igen, a szubjektív az beindult, aztán most már lassan 2 hete, harmadik adáson vagyunk túl. Magyar Szó, Hétnap és az említett médiaházaknak a munkatársai voltak itt és lesznek itt a közeljövőben is. Azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen, szóval hogy megpróbáljuk azokat, azt, hogy az újságírók ne csak egyfajta médiumban dolgozzanak, hogy kipróbálhassák magukat például az írott sajtónak a munkatársai itt egy elektronikus médiaházban, illetve hát fordítva is. Azokat a cikkeket, amelyeket, vagy azokat az interjúkat, amelyeket itt elkészítenek, azt a másnap, vagy akár egy hét múlva, amikor nekik labzártájuk van, le tudják közölni. Mert én azt gondolom, hogy nem vagyunk mi konkurencia egymásnak. Egymást ki kell egészítenünk, és nem egymás ellen kell harcolnunk, hanem egymást kell kisegítenünk abban, hogy minél minőségesebb. De ugye ez a gyakorlatban nem azt jelenti majd, hogy amit nálunk megnéznek a nézők, azt olvasva például a Hét Napban megtalálják. Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Azért, mert egyrészt az élőadás itt a szubjektívben, az nem ugyanaz, mint ugyanazt leírva elolvasni. Kicsit úgy gondolom, hogy a Hét Nap is, de az újságírótól függ. Ha ő azt gondolja, hogy ez elegendő, hát az elég baj, de szerintem itt igazából az újságírónak az lesz a feladata, hogy itt elkészíti az alapinformációt, az interjút itt megkapja, és akkor utána még a mélyre ásást, ami kell egy heti laphoz, azt ő elkészíti saját magának. Mert az MNT ülésen is, amikor felszólaltál, megfogalmaztál két nagyobb problémát is, amit szeretnél megoldani a közeljövőben. Ez az egyik ugye a sugárzási területnek a kérdése, a másik pedig hát ezzel párhuzamosan a nézettségi mutatóknak a javítása. Igen, a sugárzási területtel elég komoly problémái vannak a Pannonnak, ez egy 5 éves probléma. Egyrészt azért, mert eredetileg elég szűk területen építették ki a de nem is médiaközpontnak indultunk, nem? Hát én ezt nem tudom még mondani, ezt te jobban meg tudod mondani, hogy 5 évvel ezelőtt. Akkor pontot teszek a végére a kérdőjel helyett. Hogy ez hogyan indult, de tény, hogy a vajdasági magyarságnak egy olyan, és nem csak a magyarságnak, tehát a modern médiapiacnak egy olyan rádió és tévére van szüksége, amely konkurálni tud a többi csatornának, részben pedig ellátni az alapvető tájékoztatási feladatokat. Ezt még csak akkor tudja ellátni, hogyha a nézők látják. Hát másképp nem megy ez. Milyen megoldási lehetőségek lehetnek, ugye általában mindenki azt szorgalmazza, hogy segítsen ki, hirtelen nem jut eszembe, tehát a mindenki által szívesen vett műholdas sugárzási rendszerbe kerüljünk bele. Ez mennyire látszik reálisnak, hogy ezáltal jussunk el például Bánát legtávolabbi csücskébe is, vagy milyen megoldások lehetnek még, hogy Nyugat-Bácska felé is nyitni tudjunk. Azt tudni kell, hogy a Pannon TV jelenleg, illetve Pannon Rádió és a TV az földi sugárzásban is fogható, de ez a földi sugárzás, ez egy nagyon korlátozott területre terjed ki, gyakorlatilag Szabadka. És hát nem is egész környékére. Napos. És nem is egész napos sugárzásról van szó, hanem egy megosztott timesharinges sugárzásról. Tehát ez már nem, ebben nincs jövő egyelőre. Az egyik lehetőség az, hogy följussunk a műholdra, ami nem egy olcsó és egy könnyű megoldás, de van rá kilátás és dolgozunk rajta. A másik az, hogy kiterjesszük a kábeltévés sugárzást. Gyakorlatilag itt egy nagy probléma van, hogy a magyar lakta területeken, a kisebb településeken, falvakban nincs kiépített kábelhálózat. Tehát ez sem megoldás. Akkor mi a megoldás? Hát az a megoldásunk... Gondolom az internet sem megoldás. Interneten már fönt vagyunk is ott, de az sem egy megoldás. De tehát az idős vajdasági háztartásokat nem igen. Biztos, hogy meg tudjuk szólítani ilyen formában. Egyetlen egy komoly megoldásunk van az, hogy mindegyik rendszerből kihasználjuk azt a legjobbat, ami elérhető a vajdasági nézők számára. Tehát igyekszünk műholdon is lenni, kábeltévében is bent leszünk, interneten is igyekszünk megerősíteni a sugárzásunkat. Tehát mindent kihasználunk arra, hogy minél több helyre eljussunk. És az IPTV.
Hát igen, ez az IPTV, de ez is egy gyakorlatilag egy részben internethez kötött lehetőség, ami nincs mindenhol kiépítve a Vajdaságban. Szintén az István mondta az MNT ülésen, azt is, hát itt szűk körben is beszéltük, hogy március 10-ével bezárólag egy időre lezárjuk az újításokat a televízió műsorban, akkor indul, hamarosan indul majd ugye a hétvégi híradó, ez lesz még az az újítás, a Szubjektív, a Kvartett, illetve hát a műsorás átrendezése és a közügyek mellett, amire még számíthatnak a nézők. Hát a március 10-e egy ilyen határvonalnak tekinthető, ugye az utolsó, ahogy említetted te is, egyelőre az utolsó újítási nap, mert hogy akkor indul a hétvégi híradó, ami egy nagy hiánypótló lesz, azt gondolom az elmúlt évekre visszanézve is. Most a következő hónapokban az lesz a feladata a szerkesztőségnek, meg az egész médiaháznak, hogy ezeket a változásokat, amelyeket itt röpke 2-3 hónap alatt véghez vittünk, ezeket úgy beindítsuk, meg olyan hátteret, tartalmat adjunk neki, amely hosszú távon megszilárdíthatja a helyét ezeknek a műsoroknak, hogy jobbak legyenek, minőségi szórakoztatás, tájékoztatás legyen, és hogy megtalálják a helyüket ebben a műsorokban, ebben a műsorsémában vagy műsorrácsban. A Kvartett ugye az is péntek esténként, ami működik, ezt erről majd gondolom, majd nézzük már, majd tudják, hogy miről beszélek, vagy remélem tudják. Péntek esténként másfél óra bulvár szórakoztató műsor, amelyet próbálunk továbbra még jobban fejleszteni, akkor a hírműsoroknak ugye a kiszélesítése, a tájékoztatás kiszélesítése, nem csak időben, hanem térben is, hogy akár az európai hírek is bekerüljenek a műsorba. Hát és itt ugye a közügyek, ami napról napra, te tudod legjobban, hogy mennyi szervezést és munkát igényel. Más is tudja, azért ez nem csak az én feladatom, egész stáb dolgozik azon, hogy a közügyek napról napra jelentkezhessen. Te egyre inkább nyitottál Budapest, illetve Belgrád felé is. Korábban is feliratoztuk a műsorok egy részét. Pestről éppen Zoli tudósított nagyon gyakran a magyar kormányhoz, parlamenthez, vagy egyéb a magyarság ügyeihez kötődő eseményekről. Ez a nyitás, ez mit hoz még majd magával? Tehát milyen új tartalmakat? Sokkal több kulturális, szórakoztató tartalmat szeretnénk a budapesti és a belgrádi tévétől is. Értelemszerűen a magyarországi tévékkel, rádiókkal erősebb lesz az együttműködés, hát az anyanyelvünk miatt, a magyar nyelv miatt értelemszerűen, de szeretnénk, hogyha a Pannon TV egyfajta híd lenne Belgrád és Budapest között, hogy a szerb kultúrát megismertessük a magyar nézőkkel, és ezeket a tartalmakat továbbítsuk Magyarország felé, és a magyarországi tartalmakat pedig továbbítsuk a belgrádi nézők, hát szerbiai nézők számára, természetesen Vajdaságban is. Hallottam már arról is, hogy egy félórás műsort készítenénk esetleg a belgrádi központi tévé számára. Ezek álmok, vagy már léptél a megvalósítás felé? Elkezdődtek a tárgyalások erről. Egyelőre Belgrádban azt mondják, hogy még nincs elég pénzük, tehát nincs pénzük arra, hogy egy ilyen heti félórás műsort kifinanszírozzanak, de én szeretném, hogy ezt mégis megtennénk, akár úgy is, hogy a jelenlegi műsorainknak egy részét átszerkesztjük, és azokból állítjuk össze ezt a heti félórát, tehát nem lesz egy nagy költség. Rátértünk a költségre és a pénzre. Mennyire biztosított most a Pannon TV nem a működése, hanem a fejlődése és ezeknek a céloknak a megvalósítása? Ugye Magyarországon bekerültünk a kiemelt jelentőségű intézmények körébe, ami hát biztosabbá teszi a pénzügyi forrásokat, de elég ez mindenhez, vagy rá kell dolgozni? Nagyon rá kell dolgozni. Tény, hogy a Pannon RTV, a Pannoni alap az elmúlt évek alatt végtelenül alulfinanszírozott volt. Körülbelül a 30-40%-át kapta meg a Pannon annak, amire szükség lenne ahhoz, hogy ez az intézmény normálisan működjön. Tehát mégiscsak egy televízióról, egy 24 órás televíziós és egy 24 órás rádiós műsorról van szó, ehhez emberek, műszaki feltételek kellenek, de nem várunk arra, hogy csak támogatásból éljünk meg.
Nagyon sokat jelent az, hogy bekerültünk a kiemelt intézmények közé Budapesten, és ez egy normatív, kiszámítható normatív támogatást jelent, tehát megkapjuk minden évben, én bízom benne, az idén már valószínűleg hamarosan megkapjuk az első pénzösszeget ehhez, de én abban bízok, hogy a Pannon a piacon is meg tud élni legalább részben, és a marketing fejlesztéséből és jó projektek pályáztatásából is tud magának pénzt szerezni. Magyar média, kisebbségi magyar média meg tud élni a piacról? Ez örökös kérdés, ha a pro és kontra vélemények forognak állandóan ezzel kapcsolatban. Hát ha csak arra vár, hogy ez a piac tartsa el, akkor nem. De hála Istennek vannak pályázati lehetőségek, akár Belgrádban, akár Budapesten, és várható most már az Európai Unióból is jöhetnek majd valamilyen támogatások. Tehát összesítve, hogy mindenhol egy kicsit, én úgy gondolom, hogy egyharmad részben mindenhonnan össze tudjuk szedni azt a szükséges pénzt, hogy a Pannon az sikeresen működjön. Nehogy félreértés legyen, itt olyan pici összegekről van szó, amelyekért mondjuk rá Budapesten a nagy tévék lesülnének velünk beszélgetni. Tehát ez egy töredéke a nagy tévék, nagy budapesti televíziós központoknak, a központok havi költségének, azt, amit a Pannon egész évben gondol elkölteni. Tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között készülnek a műsorok, és szó sincs arról, hogy itt valamilyen nagy pénzösszeget költünk el. A televíziónak hol lehet szerepe, vagy hol látod a szerepét abban, hogy Magyarország felé kommunikálja az itteni eseményeket magyarán, hogy belekerüljünk a magyar médiába tudósítóként? Ez egy nagyon aktuális kérdés, amit most épp feltettél, nem beszéltük meg korábban, de hétvégén... Nem is nagyon volt időnk rá. Hétvégén érkeznek a Magyar Televíziótól egy kisebb fajta, hát nem delegáció, de három ember jön az MTV, hát úgy mondjam, a csúcsvezetését is képviselve, és megpróbálunk leülni és megbeszélni, hogy miként tud a Pannon és az MTV, ugye ez az átalakult... Uh-huh. közszolgálati televízió, hogyan tudjuk az együttműködést kiszélesíteni, hogy egyrészt a Pannon legyen az a kapcsolat, amely a vajdasági magyar közösségnek a híreit tovább kommunikálja Budapest felé, mert az mindig is nagyon fontos, hogy mit hallanak rólunk, hogy ne csak az legyen, hogy akár egy szenzációhajhász újságíró lejön ide délvidékre, és akkor azt mondja, hogy elmegy egy településre, és itt keres egy három magyar verést, és akkor ezen kívül semmi más nem történik, hanem hogy az itteni közösség eredményeit is akár meg tudja látni, és a valós problémáit. Na most, hogy ebből mi fog kijönni még, ezt még ebben nagyon bízunk, hogy sok mindenki fog jönni, akár a mi részünkre is, meg az MTV felé is. Tehát ezt majd meg fogjuk látni, hát ez a jövő hét elejének akkor fog kiderülni kérdése, hogy ki. Választási évben vagyunk, ehhez szerettél volna még valami. Egy mondatot, tehát, hogy Magyarország felé van egy vajdasági tudósítói gárda, amely Budapest felé dolgozik, a budapesti, főleg közszolgálati tévéknek dolgozik. A Pannon nyilván nem akarja elvenni az ő munkájukat, de szeretnénk, hogyha ezt a valamilyen módon tudnánk koordinálni, és hogyha minél több komoly eseményről jutna el a hír Budapestre. Van erre Budapesten fogadó készség? Hát ez egy jó kérdés, nincs mindig. Azt kell mondanom, hogy a mostani magyar közszolgálati televíziózás is egyre inkább a kereskedelmi módszereket használ, és a kereskedelmi tartalmak felé megy el, de még mindig sokkal nagyobb a fogadó készség, mint mondjuk egy kereskedelmi tévénél, és ahogy beszélgetünk, és ahogy lobbizunk, és ez egy több hónapos folyamat most már, egyre nagyobb a fogadó készség, és én azt hiszem, hogy ez a hétvégi beszélgetés után ezt a témát valószínűleg rövidre zárjuk. Választási évben vagyunk, közszolgálati tartalmakat közvetítő, de lényegében hát a piacról is megélni próbálkozó médiaházként ebben mi hol tudunk szerepet vállalni, mire számíthatunk. A Pannon Televíziónak a legszűkebb vezetése, ezt átbeszéltük, ezt a választási ciklust, illetve ezt a kampány, előttünk álló kampány hónapokat.
Pannon TV igaz, hogy nem közszolgálati tévé a legszűkebb nevében, illetve a legszűkebb tartalmában, de mi helyet fogunk adni a választási listáknak, bemutatkozhatnak nálunk, ingyen és fizetett terminusokban is, illetve le fogjuk követni az egész kampányperiódust, a jelölteket, a pártokat, az eseményeket. Beszeretnék számolni minden olyan fontos történésről, amely segíthet a nézőknek abban, hogy dönteni tudjanak, és azt is megpróbálnánk serkenteni az embereket, hogy minél többen éljenek majd a szavazati jogukkal. Na most, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani? Itt vissza tudnék megint kapcsolódni ahhoz az MTV-vel való együttműködésre. Szeretnénk, ha tudnának nekünk segíteni akár egy közvetítőkocsi beszerzésébe, vagy kölcsönadásában is, akkor minél több helyre el tudnánk jutni. Szóval nagyon sok ilyen kis történet van, ami összekapcsolódik. Azt hittem, közbe akar szólni, nem? Azt el kell mondani talán egy mondat erejéig, hogy 20-30%-ot csökkentettük a választási hirdetések árát ahhoz képest, ami 4 évvel ezelőtt volt 2008-ban a Pannonban. Ezzel is szeretnénk serkenteni a potenciális partnereket, hogy jöjjenek, beszélgessünk, tárgyaljunk, és szeretnénk, hogyha minél többen megtalálnak a számításukat a Pannonban. Ezeket a leveleket ma küldtük szét a pártoknak, szóval... Várjuk a válaszokat. Én megköszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Ez volt már a közügyek, holnap is foglalkozunk majd még a Magyar Nemzeti Tanácsülésén történtekkel, és hát a zentai képviselőtestület ülése is a témáink között szerepel majd. Várjuk Önöket holnap is este 6-tól. Szép estét!